Sziasztok! Üdvözöllek titeket újra itt a csatornámon. Ha esetleg még nem találkoztál volna velem, akkor szia, én Cintia vagyok. És arra kérlek, hogy ne ez legyen az első videó, amit megnézel tőlem. Annak ellenére, hogy mosolygok, nagyon-nagyon nehéz itt leülnöm, és most mondhatni, átadni magamból egy részt nektek. Nem tudom, hogy kinek mennyire tűnt fel, de nem igazán tartottam mostanában a videókat. Volt, amikor egy egész hét kimaradt, volt, amikor pénteki videó maradt ki, Instán is eltűntem. Hát nem is igazából az, hogy eltűntem, de ott nagyon-nagyon sokszor mondtam, hogy nem igazán érzem mostanában jól magamat, főként így mentális téren. Volt egy-két mental breakdownom az elmúlt időszakban. Próbálok rövid és tömör lenni, mert szeretnék azért néhány fontosabb kérdést is megválaszolni. És itt igazándiból egy fontos témakörre szeretnék majd kitérni a videó végén, az pedig az oltás témakör, amit rengetegen írtatok, kérdeztetek, érdeklődtetek felőle. Igazából én tényleg szerettem volna egy life update-et adni, ami félig meddig az lesz, és szerettem volna a videó másik felében a kérdéseitekre válaszolni, de a legtöbb kérdés az igazából olyasmi volt, hogy mikor milyen videó lesz, mik a terveim a YouTube-bal, hogy is megkettünk meg a férjemmel. Úgyhogy, ha szeretnétek ezután a videó után valamikor elkészítenék egy következő kérdezfelelek részt, ezt írjátok meg nekem lent kommentben, hogy szeretnétek-e, mert most tényleg ilyen fontos témát szeretnék érinteni. Szóval, Instagramon többször említettem, hogy fáradt voltam mostanában, nem nagyon volt kedvem semmihez, stb. És mondhatni így, erre szeretnék választ adni nektek, hogy mi történt bennem mostanában. Félreértés ne essék, nem szeretném abba hagyni a videózást, továbbra is szeretem, és továbbra is imádom csinálni. És látom, ahogy növekszik a YouTube család, látom, ahogy növekszik az Instagram. Úgyhogy imádom és szeretem csinálni, viszont azért nekem is vannak pontok az életemben, amikor egész egyszerűen elgondolkodok azon, hogy mit miért csinálok. Lehet, hogy csak ez a tavaszi fáradtság, lehet a frontok, lehet az időjárás, de azért van egy-két olyan pont, amikor úgy besokal az ember. Én tavaly év végén a Vlogmas sorozatomban készítettem egy évösszegző sminkelős beszélgetős videót. Ugye ott én elmondtam, hogy a tavalyi év sok embernek volt rossz, én úgy érzem mégis, hogy egy sikeres évet tudhatok magam mögött. Hát a tavalyi sikeres év után úgy érzem, hogy ez az év olyan felemásan halad. Bizonyos értelemben haladunk. Bár lassan, nyilván a helyzet miatt azért a párom tudja csinálni a jogosítványt. Decemberben megcsinálta a Crest. Március elején elkezdett vezetni, aztán volt egy szünet. Most talán újra elkezd vezetni. Úgyhogy talán idén lesz autó, juhé. Nem sokára veszünk egy ágyat, mert ugye ez a lakáshoz járt egy ágy, mi sajátot szeretnénk, úgyhogy ilyen szempontokat véve halad az életünk. Én ennek ellenére idén már vagy körülbelül az 5000. mental breakdownomat élem át, és itt szeretnék kitérni arra, nem arról van szó, hogy én nem tudom kezelni a negatív kritikát, mert egészen eddig a pontig semmilyen úton, módon nem reagáltam ezekre. Nyilván választalok rájuk, mert nekem révén, hogy oroszlán vagyok, nekem olyan a természetem, meg úgy alapból is olyan a természetem, hogy szeretem, ha enyém az utolsó szó, és nagyon tudok küzdeni, és nem szeretem, amikor valaki úgy ítélkezik más felett, vagy mondja meg a tutit szerinte, hogy halványnila pukia nincs arról, hogy ki az az illető. Nyilván tisztában voltam a ténnyel, amikor elkezdtem ezt az egész YouTube csatornát csinálni, hogy talán, hogyha elkezd növekedni a csatornám, akkor majd megjelennek a kis trollocskák. Én úgy gondolom, hogy egész jól bírtam, vagy hát a csatorna bírta jól igazából, mert főként a negatív kommentek így az most, így az év első felében szaporodott meg, vagy szaporodtak meg, főként a food halloknál és a ruhás halloknál. Itt első körben amúgy az én életmódomat, tehát az étkezésemet és a ruha méretemet éri kritika. Kerekperec kimerem mondani,
157 centi vagyok, és 67 kiló. Fél évvel ezelőtt 10 kilóval voltam több. Tehát októbertől áprilisig én több mint 10 kilótól szabadultam meg. Ami azért úgy gondolom, hogy nem rossz arány, valljuk be őszintén. Vannak ruhák, amiből jól lenne rám az M-es. Vannak ruhák, amiből az L-es. Vannak ruhák, amiből tényes való, hogy jól lenne rám az M-es, és van olyan ruha, amiből jól lenne rám az L-es. Én nem azért hordok L-es, XL-es ruhákat, hogy takargassam a pocikámat, mert széles a csípőm. Homokóra alakon van. Ha valaki nem tudja, mi az a homokóra alak, akkor nyugodtan menjen fel a Google-ra, és keressen rá. Széles a csípőm, ezáltal a popim sem deszkaméretű, tehát nem lapos, és csípőből nem tudok fogyni. Tehát nekem a felesleg az nem a csípőmön látszik. Az ott akkora. Ott csont van. Abból nem tudok fogyni. Nekem a felesleg az a pocikámon itt elől gyűlik össze, és sajnos combikába, bár abból is sokat fogytam egyébként, de csípőből nem tudok. Tehát nekem genetikailag nagy a csípő, nagy a két nagymamámnak is, nagy az anyukámnak is, a nővérem normál csípővel rendelkezik szerintem. Szóval így nálunk ez ilyen családi dolog, abból nem tudok fogyni. Plusz, én soha nem mondtam azt valakire, hogy kövér. Mert nem tudom, hogy mi áll a hátterében, nem tudom, hogy milyen a hormonháztartása, nem tudom, hogy egész egyszerűen milyen élete volt. Én is ugye említettem a videó elején, hogy nagyon introvertált személyiség vagyok, és nehéz néha beengedni az embereket az életembe, de azért érint ez a téma engem fokozottabban érzékenyen, ha lehet ezt így mondani, bár mondjuk eddig nagyon-nagyon jól bírtam, mert én egész kiskoromtól kezdve küzdök a súlyommal, és küzdök az étkezéssel. Volt, amikor nagyon csúnyán sajnálgattam magamat, hogy 55 kiló legyek. Itt jött az, hogy ez ráment az egészségemre. És amikor olyanokat olvasok, hogy minden jobban néz ki 38-as méretben, meg dzsabállam van, meg hadd adjak egy jó tanácsot, fogyózz, aztán majd minden jó lesz. Akkor így elgondolkodok, hogy mit éreznek az emberek. És mivel ez mostanában így kicsit összegyűlt, így lehet, hogy én is érzékenyebben reagáltam ezekre, de most már kezdek jól lenni egyébként, tehát úgy vagyok vele, hogy ezeket el kell engedni, nem adunk vadidegenek véleményére. Aki szeret téged, az ott lesz veled, aki nem, az meg elmehet a fenébe, vagy nem tudom, mit mondjak. Igazából úgy vagyok ezzel az egésszel, hogy úgyis tudom, hogy ez alatt a videó is alatt lesznek trollok, hogy sajnáltatod magad, meg ez hülyeség, amit beszélsz, meg te tehetsz ez ellen, meg hasonló. Őszintén leszek veletek, én most jól érzem magam a bőrömbe. Most azt érzem, hogy jól vagyok. Nyilván minden nőnek vannak olyan napok, főleg menstruáció előtt vagy közben, hogy belenéz a tükörbe és azt mondja, hogy fogyhatnám még 10 kilót. Én is tudom, hogy van rajtam felesleg, de mégsem éreztem magamat még soha ennyire jól a bőrömben, mint most. És nem szeretném azt a Cintiát visszakapni, aki 3 évvel ezelőtt voltam, vagy 5 évvel ezelőtt voltam, aki nem evett egész nap, csak mondjuk egy vajas kenyeret, vagy még az sem, mert volt olyan. Ő nem volt egészséges, ő nem volt boldog, ő nem volt összeszedett. Most az vagyok. Most talán tudom azt, hogy merre tartok. És igazából én azt szeretném ezzel mondani, hogy nyilván, ahogy mondjam, tudom, hogy hülyeség már hülyeség, amit mondok, de ne bántsuk egymást. Nagyon nehéz ezt megfogalmazni, de annyi minden történik most a világban, és még tényleg mindig emberek bántják egymást, ahelyett, hogy összefognánk. És
És főként az, hogy nő bántja nőtársát. Nem már. Fogjunk össze, támogassuk egymást. Honnan tudod te, hogy tényleg mi megy keresztül a másik? És én tényleg azt szeretném, hogy itt az én csatornámon egy összetartó közösség legyen, egy olyan közösség, ahova jó feljönni, ahol kommentben beszélgettek egymással, nem támadjátok a másikat, és hogyha ehhez az kell, hogy letiltsak embereket, akkor csessze meg a világ, de le fogok tiltani embereket, mert én nem ezt akarom ide. Én szeretem ezt csinálni, engem örömmel tölt el, és nem tudom, ne húzzuk már le a másikat, könyörgöm, tehát gondolkodjatok már egy kicsit, amikor megírjátok azt a rohadt kommentet, és itt most nem csak rólam van szó, hanem amikor másnak írtok, mert el szoktam olvasni. Több magyar tartalomgyártó videója alatt el szoktam olvasni a kommenteket, mert el szoktam olvasni más videója alatt is a kommenteket, és néha csak így nézek, hogy te jó Isten, neked hány agysejted van, hogy ezt leírtad. Basszus, annak az embernek munkája van benne, ideje van benne. Én itt ülök 45 percet, ti fogtok látni egy 10 perces videót körülbelül, és 40 percet dumálok, és te leszólod, tehát, hogy nem áll. Ne. Szóval, nem tudom, most megint egy kicsit felhelgeltem magamat. Nem tudom, hogy hány emberhez fog eljutni az üzenetem, meg igazából én csak azt akarom mondani, hogy annak ellenére, hogy 2021-ben egy rohadtul elcseszett világot élünk, minden nap végén, amikor belenézel a tükörbe, én úgy gondolom, hogy embernek kell maradni. Én sem vagyok csodálatosan jó ember. Sőt, hú. Megvannak a magam migrényei, meg tényleg igaz, hogy defektes egy-két kerekem, mind a négy, de azért úgy gondolom, hogy próbáljunk meg emberként viselkedni a másikkal. És mindezen túl támogassuk egymást. Mert nem ismered a másikat, nem tudod, hogy milyen a múltja, nem tudod, hogy milyen árnyék áll mögötte, vagy milyen démon él benne, és nem tudod, hogy mi hogyan hat a másikra. És ezen felül, hogy ezt most elmondtam nektek, és talán ebből lesz egy értelmes videó, meglátjuk, én hoztam nektek egy nyereményjátékot, csak hogy visszatérjen a pozitív tintia, mert végre elmondhattam, amit akartam. Hát átléptük a kis csatornán a 3000 feliratkozót, és én úgy döntöttem, hogy szeretném, hát nem úgy döntöttem, nyilván meg fogom hálálni nektek, bakke, csak egy kicsit késett a téma, úgy nagyjából, hogy is mondjam, kotlottam a téma fölött, hogy mi az Istent adhatnék nektek, hogy minek örülnétek. Így sem vagyok biztos, hogy jól döntöttem, nagyon izgulok miatta, de azért remélem, hogy örültek neki. Mielőtt megmutatnám, hogy mit is nyerhettek, olvassátok el részletesen lenn a leírásban a feltételeket, hogy hogyan tudtok jelentkezni a nyereményjátékra. Mindenképp olvassátok el, figyelmesen olvassátok el. Én most úgy döntöttem, hogy nem szeretnék külön kritériumot tenni, hogy mindenképpen muszáj követnetek Instagramon sem, az csak egy plusz esély lesz. A nyereményjáték egyébként mától egészen április 21-e péntekig fog tartani, a nyertest utána fogom kisorsolni, és a nevét egyébként le fogom írni len az infoboxba is. A feltételek nagyon-nagyon egyszerűek, nincs más dolgod, mint légy feliratkozva a csatornámra, ez szerintem evidens, lájkold ezt a videót, és írj egy kommentet lent bármilyen témába, illetve nem feltétel kifejezetten, de nagyon örülnék neki, és mondhatni talán egy plusz esély is, hogy kövess Instagramon is, hiszen ott is azért próbálok elég aktív lenni. Én tényleg ennél többet nem szeretnék kérni, igazából szeretném meghálálni nektek azt a rengeteg szeretetet, azt a rengeteg kommentet, lájkot, feliratkozást, tényleg amit én kapok, akár itt, akár Instagramon, mindegyőtöknek nagyon-nagyon örülök, annak a, Jézusom, még kimondani is fura, annak a több mint 3182 embernek, mert amikor ma felveszem ezt a videót, annyi feliratkozom van, mert megnéztem a videó előtt. Úgyhogy nézzük is, hogy ebben a nyereményjátékban milyen termékek szerepelnek. Mielőtt bárki azt gondolná, hogy az Avon bármilyen formában szponzorálja ezt a videót, szeretném leszögezni, hogy nem. De egyszerűen nagyon-nagyon szeretem az Avon termékeket, és úgy gondolom, hogy rengeteget beszéltem már nektek az Avon Little Bed Stress nevezetű testpermetéről. Ez a 75 ml-s kiszerelés, ugye tudjátok, ez nálam is megtalálható. A parfümet is szeretem, a testpermetét is, és arra gondoltam, hogy adnék egyet nektek is. Mindemellett örök klasszikus testpermeteknél maradva, elvégre jön a tavasz, jön a nyár, mindenki szeretne jó illatú lenni, úgyhogy úgy gondoltam, hogy ezt a cseresznyevirágos testpermetet is beleteszem a nyereményjátékba. Én ezt is nagyon-nagyon szerettem, egyébként régebben használtam már, és úgy gondoltam, hogy örülnétek neki. Ezt nem bontottam ki,
Ez egy fülbevaló szett. Van benne egy ilyen gyöngyöcske, egy ilyen kis köves és egy pillangós, nem tudom mennyire látjátok. Próbálok nem kivakítani titeket, de szerintem látjátok, direkt nem nyitom ki, hanem probléma, mert szeretném, hogyha ez így jut. Hát, megpróbáljam kinyitni, majd lássátok jobban. Előre is bocsánatot kérek a nyertestől, de most ezt kinyitom, hogy így lássátok. Igen, így jobban látjátok. Három fülbevalócska van benne, ezt is megnyerheti egyikőtök. Nyilván ugye a többi termékkel együtt, és szeretnék két sminkterméket is ajándékozni egyikötöknek. Az egyik az nem más, mint a Makeup Revolution-től egy ilyen folyékony szemhéjpúder, ilyen brutál árnyalatban, nagyon kemény. És végezetül, ami bekerült a nyereményjátékba, az nem más, mint egy Rival Loves Me Into the Jungle sminkpaletta. Ez csak azért, hogy palettatesók legyünk igazándiból, úgyhogy arra gondoltam, hogy egyikötöknek adnék egy ilyen kis palettát, remélem, hogy örültök neki, próbálom megmutatni egybe, ezeket a termékeket nyerhetitek most meg, ahogy említettem, a nyereményjáték az egészen mától április 21-e péntekig tart, minden feltételt elolvashatok rám az infoboxban, kérlek, figyelmesen olvassátok el, remélem, így nagyjából a videó értelmes volt, nem tudom pontosan mennyire. Mondjuk a negatívból elég eljutottunk a pozitívig, úgy gondolom. Ez egy szép lezárás ennek a videónak. Nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a mai videót. Remélem, hogy tetszett nektek. Ne felejtsetek el jelentkezni a nyereményjátékra, és remélem találkozunk legközelebb is. Sziasztok!